Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a sorozatot, amelyben Székesfehérvár sportlegendáit mutatjuk be, hiszen valljuk meg, hogy Székesfehérvár nem csak a kultúra, az ipar, a gazdaság városa, hanem a sport is, méghozzá mondhatjuk ezt büszkén, hogy kiemelten. Vendégem pedig nagy idők tanulja, Wittmann Géza, a Videoton egykori nagyszerű labdarúgója. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz. Köszönöm a meghívást. No, a gyermekkorodnál kell kezdeni, hiszen aki olyan eredményes volt a pályafutása során, mint te magad, az nyilvánvaló, hogy az talán nem igaz, hogy a labdával ébredt és a labdával töltötte a napjait, de szinte bizonyosan korán megmutatkozott a tehetsége. Veled ez hogy történt? Hát én a Polgárdin születtem, és ott jártam általános iskolába. Hát nem sporttagozatban, de mivel minden nap szinte volt testnevelés óránk, és az iskola előtt volt egy hatalmas tér, ahol két kézilabdapálya is volt. Hát az egyiken nyilván kézilabdáztak, a másikon fociztak. Továbbá volt egy nagy park, ahol gyakorlatilag mi a gyerekkorunkat töltöttük, és hát egy Luxics Ernő nevezetű testnevelő tanár úrnak köszönhető az én pályafutásomnak a kezdete. Ő gondolta úgy, hogy esetleg egy kicsit a focihoz is, a kézilabdához is, az asztali teniszhez is, az atlétikához is van affinitásom, mondom ezt szerényen, és hát innen indult a dolog. És jól indult, mondom én, hiszen nyilvánvaló, hogy akkoriban az akkori tehetségkutató hálózatnak köszönhetően azért gyorsan fény derült arra, hogy a különböző vidéki falvakban, településeken kik a tehetségek, hiszen Csiszár Huszti bácsi járta a megyét, járta az országot, mondhatjuk el, Lakos tanárúrral, a Vasvári Pál Gimnázium nagyszerű tanárával együtt. Így aztán felfedeztek, és már is ott találtad magad a vidiben. Így van, ez így történt, és ha jól emlékszem, egy kis kitérővel, én az úgy rémlik, hogy te voltál az első, aki az országban legjobb játékosnak neveztek, a tehetségkutató. Igen, 75-ben lettem én, igen. Így van. Jó, elnézést a kitérésért, vagy a kitérőért. Tehát én is a Vasváriba kerültem, mint sokan mások az országból. Ugye az akkori tehetségkutató az teljesen más jellegű volt, hogy ott szakemberek, vagy kevésbé szakemberek járták az országot, csináltak egy járási, egy megyei fordulót, abból lett egy országos, és hát onnan csipegették az egyesületek azokat a játékosokat, akikről úgy gondolták, hogy van benne tehetség. Hát én is így kerültem a Vidihez. És a Vasváriba. Hiszen ne feledjük, hogy az imént felsoroltak közül a Vasváriban a testnevelés tagozat, amikor elindult, akkor az volt az alapvetés, 1974-ben indult az első osztály, a áldott emlékű Horváth Gabi barátunk, aztán Porogi Lajos, Nagy Tibi, ha a futballistákat nézzük, emellett ott voltak a Fésűs Irén, mint válogatott röplabdás, igen, nem sorolom, mert Nagy Frizenhamisi szintén sokra vitte, és elindult egy osztály velük. Utána jöttünk mi, egy olyan osztályban, ahol Diszpeti volt, aztán jöttek a következő korosztály, és jött az az osztály, amely a tiétek. Így van, ugye, tehát a Diszlaci és Varga Lehel nevezető Tóth Jani, akik első osztályban játszottak, tehát sokan voltunk, és hát a mi osztályunkban különösen sokan voltunk, mert mi 12-en voltunk focisták. És ráadásul nagyszerű sikereket értünk el a középiskolás kupában, ami azt hiszem, hogy egy kicsit dobott az ázsiónkon. Igen, igen. Hát akkor volt egy olyan nagy országos középiskolás kupa, amit mi, ha jól emlékszem, háromszor nyertünk, vagy kétszer, különböző korosztályokban nyilván. És hát volt, ezekben az időszakokban volt olyan, hogy ugye minden városban, ahol NB1-es foci csapat volt, gyakorlatilag ott is majdnem volt egy ilyen, hogy Pacsai Kollégium, az Zalaegerszegen például, ahol szintén összegyűjtötték a tehetségesebb gyerekeket. Na most nem egyszer, nem kétszer, vagy akár Pécsről is lehet beszélni. Nem egyszer, nem kétszer volt olyan, hogy csütörtökön középiskolás kupa mérkőzés volt, mert azok hétközben zajlottak, hétvégén pedig Videoton Zalaegerszegen, vagy Videoton Pécs, és gyakorlatilag a
ugyanaz a két csapat lépett pályára csütörtökön is, ment szombaton vagy vasárnap. Hogy történt a Vidinél? Hiszen folyamatosan lépdeltél felfelé, nyilvánvaló, az ifjúsági csapatoktól, és akkor kik voltak az edzőid? Hát ugye a Guszti bácsi fedezett fel, gyakorlatilag a Kis Imre bácsi volt az első edzőm. Hát utána voltak többen, Borbé Laci, bocsánat, most már ugye azóta eltelt az időszak, és tegeződünk gyakorlatilag mindenkivel. Tehát a Borbé Laci, az Ispajics Tibi bácsi volt még az edzőm, Burka Imre, aztán ugye később, bocsánat, ha valakit kihagyok, de később ugye lett a Szabó Karcsi, aztán ugye ez már az NB1-es tartalékcsapat szinte, tehát ahogy végigmentem a létrán én is a Serdülőtől az IFI-ig. És akkor jött 1981. Ez egy rendkívül fontos pillanat, hiszen az első csapat keretébe kerültél, így van. Majd bemutatkoztál az élvonalban. Ez egy óriási áttörés. Azért is, mert mi 80-ban érettségiztünk, és 80 nyarán még először nem kaptunk szerződést, és kölcsön adtak Várpalotára, NB2-be. Hát ott nagyon szép másfél évet töltöttem, azt gondolom, hogy igazából ott erősödtem meg úgy, hogy talán alkalmas lettem arra, hogy az NB1-be is bemutatkozzak. Ez úgy zajlott, hogy vasárnap még játszottam Várpalotán, kedden megkerestek a Videotontól, és szerdán már be is mutatkoztam a Nyíregyháza ellen. Időközben volt egy sor katonai szolgálat is, a Szomvíd Szabó Lajosban. Azt hiszem, hogy az olyan kitérő, amit nem szívesen emleget senki, bár akkor a Honvéd Szabó Lajosban egy remek csapat gyűlt össze. Igen, nagyon sok olyan játékos került oda, meg volt is előtte, akik NB1-be játszottak, vagy az utána is játszottak még. Hát nem szívesen mentem gyakorlatilag, mert hát abban az időben volt olyan, hogy akinek van X NB1-es mérkőzése, azok csak fél évet voltak katonák, hát nekem nem volt meg a mérkőzés számom különféle okok miatt, és így én másfél évet húztam le a Szabó Lajosba, viszont nagyon jó közösség volt, nagyon jó csapatunk volt, hát egy sport században voltunk gyakorlatilag, kicsit elkülönítve a normál sorkatonáktól, és hát fölkerültünk NB3-ból NB2-be, és gyakorlatilag magyar kupa meccseken Szegedet egy-két komolyabb csapatot is kiejtettünk, és hát igazából ott erősödtem tovább. És egyenes utat vezetett haza, ha úgy tetszik. Igen, aztán ahogy lejárt a sorkatonai szolgálat, úgy visszakerültem a Videotonhoz, 1984-ben, és hát onnantól kezdődött el igazából az NB1-es. És ugye két bronzérem kísérte a pályafutásodat, a második az egy annál is fontosabb, hiszen akkor volt ez az óriási UEFA kupa menetelés. Ezt azt mondják, hogy ne szajkozzuk folyamatosan, hogy ez mérföldkő volt a Fehérvár labdarúgás történetében, sőt a magyar labdarúgás történetében is. Én azt mondom, hogy erről kell beszélni, hiszen nem csak a gólod miatt, a Manchester miatt, mert ugye azt nem említettük még, hogy ballábas voltál, és vagy, és egy remek ballábas természetesen. Tehát az egy rendkívül méltóság és felelősség abban a csapatban játszani, mondom én, és óriási élmény volt szurkolónak, játékosnak nem különben. Ugye 7 meccset játszottál remekül. Beszéljünk az elején, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy már a Dukla Prágánál rezgett a léc. Tehát az akkori szurkolók azt mondták, nem gondolták volna, hogy a Costa bravúrjainak köszönhetően némi szerencsével, de tovább jutott a csapat. Hogy volt utána? Hát az egész sorozat az ugye úgy indult, hogy megkaptuk az ellenfelet, mint Dukla Prága, na most már ők is magasabbra kvalifikált csapat volt annak idején Európában, mint mi. Tehát igazából nagy teher nem volt rajtunk. A mi elképzelésünk az volt, hogy hú, de jó lenne egy fordulót menni. Na most ebben a szellembe is álltunk hozzá, hát ugye az idegenbeli mérkőzéseken mindenki próbált olyan eredményt elérni, hogy a visszavágón még legyen esély,
és hát mi is így álltunk neki. Aztán, ahogy a Duklát kiejtettük, utána ugye jött a következő mérkőzés. Hát most nem az, hogy vérszemet kaptunk, csak úgy gondoltuk, hogy igen, ha ez sikerült, akkor miért ne sikerülne a következő. És így is történt. Én azt mondom, hogy ilyen lista, hogy azt mondjuk, hogy Manchester, Paris Saint-Germain, most a Zseljelnicsárt ilyen értelemben hagyjuk, és a döntő, hát ez valami zseniális történet. Igen. Hát, ugye... Melyik meccs a kedvenc számodra a Manchesteren kívül, arról majd külön beszélgetünk? A Manchesteren kívül talán a Zseljó meccs, a Zseljelnicsár elleni ottani mérkőzés. Tudnék, akkor volt először olyan, hogy hátrányba kerültünk, mert már úgy olyan értelemben hátrányban, hogy akkor volt egy olyan periódus, amikor kieső pozícióban voltunk. Mert ugye az előző mérkőzéseken ott, ott mindig mi vezettünk, vagy legalábbis mi diktáltuk az eredmény alapján a tempót. A Zseljó ellen ugye, mikor 2-1 lett, vagy igen, 2-0 lett a Zseljónak, akkor ugye mi kieső pozícióban voltunk. És szerencsére akkor volt az, hogy a Csuhai rúgta a gólt, és így tovább tudtunk menni. Ez, én azt gondolom, nekem legalábbis ez volt az a meccs, ami maga a légkör is abban a stadionban, tehát ugye úgy fogadtak, hogy előtte volt a Partizán meccs, és már akkor úgy fogadtak bennünket, hogy mutogatták az 5 gólokat, meg a 3-akat, meg ennyire kapunk ki, tehát nem igazán voltunk bezárva a szívükbe. Tehát ez is egy olyan dolog volt, sőt, hát én sokszor elmondtam már régebben, hogy a mérkőzés végén, ugye mi próbáltunk a kínjövő szurkolóknak kedveskedni, egy félig meddig tiszteletkört futni, de hát ilyen pálinkás, meg boros üvegekkel dobáltak bennünket a jugoszlávok, ugye akkor még Jugoszlávia volt. Itthon viszont ünnep volt minden meccs. Itthon ünnep volt, mert telt házas volt, ragyogó hangulat, az ország minden részéről érkeztek, úgyhogy én azt gondolom, nagyon szerették a csapatot. Akkor egy kicsit mélyüljünk el a szabadrugásodban. Ugye megpattant és vizes volt a fű, de azt tudtuk, hogy ha kaput találsz, akkor az abban a körülmények között az gól, és így is történt. Mit éreztél akkor? Láttuk kismilliószor, én magam is, amikor futottál a nézők felé. Hát nyilván nagyon boldog voltam. Ugye megbeszéltek alapján a kaputól messzebb lévő szabadrugást az úgy volt megbeszélve, hogy én lövöm. Na most az, hogy megpattant és ilyen formában becsúszott, ez nyilván a szerencse is kellett hozzá, de hát végtelen boldog voltam. Ugye, hát akik jobban ismernek, ők tudják, hogy én gyakorlatilag 1976 óta Manchester szurkoló vagyok, a mai napig is. Úgyhogy ez egy dupla öröm volt a számomra, hogy nekik rúgtam a gólt. És a 11-es az már adta magát nyilván. Hát a 11-es adta magát, most szerénytelenség nélkül mondom, többek között én is jó 11-es lövő voltam. Tehát semmi stressz nem volt bennem, semmi idegeskedés. Akkor már ugye túl voltunk 120 percen, az emberből kimegy az idegeskedés, és nyilván csak úgy lehet jól célozni, hogyha nyugodt az ember. Mielőtt a Real meccsről esne szó, egy kicsit beszéljünk a közösségről, hiszen egy fantasztikus közösséget alkottatok. A különböző korosztályok nyilvánvaló, a fiatal korosztály, Faddi Máté volt akkor csak fiatal, de ti együtt tulajdonképpen egy tőről fakadtatok, és jöttek az 56-osok, tehát a Végtibi, Májer Lali, Csongi, Szabó Józsi. Így van. És csak egy-egy idősebb volt, ha úgy tetszik a Csuhaiék, de ők is, tehát nem sokkal, egy-két évvel. Milyen volt a közösség? Hát a közösség az, én azt gondolom, hogy nagyon jó volt. Tehát nagyon jók voltak az arányok. Akiket felsoroltál, ugye volt egy ilyen 55-56-os generáció, akkor volt egy ilyen 58-as, 60-asok, és akkor voltunk ugye mi. Tehát plusz ugye a fiatalabbak. És hát egy az, hogy a 90%-a ugye fehérvári volt a csapatnak, akkor, amit korábban is beszéltünk, a játékosoknak a nagy része a vasváriba járt, tehát ott is ismertük egymást, ott is gyakorlatilag barátok voltunk szinte, és nagyon jó volt a hierarchia. Tehát mindenki tudta a helyét, mindenki tudta, hogy ki van a kezdőbe,
nyilván tudta azt is, hogy a cseresorból ki mennyit fog játszani, mikor kerülhet rá a sor, ha valaki megsérül a kezdőcsapatból, akkor ki az, aki számíthat arra, hogy bekerül, és azt gondolom, hogy ezt mindenki a helyén kezelte. Ez nyilván a Feri bácsi munkája, a Kovács Feri bácsi munkáját is dicséri, mert nyilván ehhez ő is kellett. Miként alakult a vele való kapcsolatod, általában a kapcsolatotok? Milyen volt vele dolgozni? Hát ő elég, igen szigorú volt, viszont következetes, és én azt gondolom, hogy pontosan ez kellett nekünk. Pontosan ez kellett. Amikor kellett, azért megvolt a lazaság, megvolt a csibészség, tehát ugye mostanában, vagy régebben is lehetett hallani, hogy ellenőrizték a játékosokat, meg meccs előtt mentek a különféle vezetők, edzők, nálunk ilyen nem volt. Ő meccs végén mindig azt mondta, hogy holnap ekkor vagy akkor van edzés, vagy ekkor vagy akkor indulunk, ha külföldön voltunk, és ő különösebben nem foglalkozott azzal, hogy mi mit csinálunk. Mindenki tudta, hogy mennyit engedhet meg magának, és ebbe szellembe éltünk. Térjünk vissza a döntőhöz, annál is inkább, mert én azt mondom, hogy a Bernabeu-ban játszani a csúcs mindenképpen. Kezdjük azzal, a visszavágóval, mert hogy ugye azért tudtuk, hogy reális esély nincsen, bár nyilvánvaló, hogy már bebizonyítottátok számtalanszor, hogy vannak csodák. És azt is tudjuk, hogy magyar kupa csapat, a Fradi VVK, akkor még Vásárvárosok kupájának hívták, VVK sikere óta nem volt döntőben magyar csapat. Milyen érzés volt a Bernabeu-ban megmutatni, hogy igen, jöttünk mi, elparentált magyar vidéki együttes, egy kicsit megmutatni a fővárosiaknak is, hiszen akkor erről is volt szó, hogy igen, itt vagyunk. Igen, egy picit visszaugranék a hazai meccsre. Ugye gyakorlatilag egyszer mindenkit megvertünk általában, így jutottunk el nyilván valakit kétszer, nyilván így jutottunk el a döntőig. Na most ugye hazai pályán úgy kezdtük a Real meccset, hogy jaj, hát azért jó lenne egy, akár egy góllal, akár kettőt, de jó lenne nyerni, hogy legalább egyszer verjük meg őket, mert ugye arra senki nem gondolt még akkor, hogy majd Madridba esetleg nyerni tudunk. Viszont itt kialakult egy olyan eredmény, ami gyakorlatilag már eldöntötte a kupa sorsát, ugye így mentünk ki Madridba. Ott meg én azt gondolom, hogy hát ha nem is látszott, vagy nem is lehetett érezni, de egy picit azért lekezeltek bennünket, én azt gondolom, mi meg felszabadultan játszottunk. Ugye hát feldobott bennünket a 90 ezer ember, vagy 100 ezer. Ugye maga az, hogy amiről eddig csak olvastunk, vagy láttuk a tévében, hogy Madrid, Bernabeu stadion, stb. Ez mind egy dopping volt. És hát küzdöttünk a magunk módján. Na most ugye fontos volt, hogy a Peti megfogott egy 11-est az első fél időbe, az egy kicsit még jobban motivált bennünket, és hát ugye a Matyinak a gólja az meg feltette az írápontot. 1985 egy nagyon fontos dátum, tehát az életedben mindenféle értelemben. Gól a Manchesternek, belőtt 11-es, döntőig jutottatok, és megszületett Krisztián fiad. Mert hogy arról nem beszéltünk, hogy időközben feleségül vetted már előtte lelked jobbik felét, akivel 1000 éve jártatok. Ez egy rendkívül ritka dolog volt, mert azért valljuk meg, a vasvári testnevelés tagozatosok összetartoztak fiúk, lányok együtt, de olyan nagyon kevés volt, hogy aki jelenleg is a lelked jobbik fele, hogy elkezdtetek járni, összejöttetek, házasságot kötöttetek, és 85-ben abban az évben megszületett Krisztián is. Igen, hát ugye már akkor terhes volt az Eri, mikor a feleségem, mikor mi kimentünk Madridba, de hát még időben azért nem volt várható, hogy megszületik a Krisztián. És hát én a meccs végén tudtam meg, hogy mi történt, mert ugye már hát akkor még nem volt internet, meg nagyon telefonálgatni se lehetett, csak úgy. És egy táviratot küldtek az apósomék a videóton gyáron keresztül ki Madridba, hogy megszületett a Krisztián. Ez reggel délelőtti órákban volt, mert reggel született. Igen ám, csak ugye nem akartak megzavarni se engem, se a csapatot, ezt senki nem közölte. Vége volt a meccsnek, úgy, ahogy ünnepeltük magunkat, stb. És a vacsoránál, a vacsora végén
állt föl a Feri bácsi, vagy a Dósa Matyi bácsi, hát ezt most már nem tudom megmondani pontosan, de valaki megkocogtatta a poharakat, elcsendesültünk, és akkor jelentették be, hogy hát van egy örömteli hír érkezett otthonról, hogy megszületett a fiam, Krisztián. Krisztián. Róla majd beszélünk egyértelmű, hiszen nem titok, a Zabó Erika feleséged is a vendég lesz majd ebben a műsorban. Vele inkább erről beszélgetnék több hosszabban. Bár ugye nyilvánvaló, hogy a Krisztiánról is szó kell, hogy essék később, hiszen 88 után járunk immáron. Miért érezted szükségét a váltásnak? Hiszen 88-ban Zalaegerszegre szerződtél. És még fiatalon. Igen. Hát a váltás oka egyszerű volt. A Videótonnál nem tartottak rám igényt. Tehát nem kaptam szerződés ajánlatot, és így került a képbe Zalaegerszeg. Most azt gondoltuk, hát nyilván, hogyha itt nem, akkor megpróbáljuk mással, és így kerültünk Zalaegerszegre. Ugye a feleségem is első osztályú kosárlabdázó volt akkor, és hát így az a Zalaegerszegnek is jó volt, mert ugye két legyet ütöttek egy csapásra, kaptak egy focistát, meg kaptak egy kosárlabdázót. Milyen volt Zalaegerszegen? Hiszen nyilvánvaló te ilyen értelemben a sikerekhez szoktál. Bár az utolsó években már rezgett a léc a Vidinél is. Igen, hát Zalaegerszeg, én azt gondolom, hogy életünk egyik legszebb két éve volt. Hát két dolog miatt is, még azért mi is elég fiatalok voltunk. A másik, hogy ott már én például, meg hát nyilván Eri is, mint középkorú, vagy már idősödő játékos voltam, tehát más volt tehát volt egyfajta tekintélye az embernek, nyilván a játékos múltja alapján is, a kor alapján is, tehát nem fiatalként kerültem be a csapatba, hanem gyakorlatilag az egyik hangadó, vagy ha úgy tetszik, rutinos játékosa voltam a csapatnak. Nagyon jó volt nagyon jó volt a város, jó volt a csapat, a csapategység, egy más habitusú emberek a zalaegerszegi, vagy a zalai emberek, mint a fehérváriak, és hát mi nagyon jól éreztük magunkat. És hát aztán abba hagytad, három esztendő Zalaegerszeg után jöttek az osztrák alsó osztályú csapatok. Én azt gondolom, hogy az ideális választás volt abban az időben. Tehát közvetlenül rendszerváltás után kinyílt a világ, ha úgy tetszik, és az jót tett a magyar futballnak is, hiszen valljuk meg, hogy az idősödő 30 körüli futballistákat már nem nagyon vették futballista számba itthon, ezt sajnos mondom. Igen. Hát én is úgy voltam, hogy Zalaegerszegen is úgy ment a játék, ahogy ment. Első két év jó volt, utána már sokat voltam sérült is, meg akkor jött ez a lehetőség, hogy meg lehet próbálni. Aztán hát úgy gondoltuk, hogy belevágunk. Ugye közben visszaköltöztünk Fehérvárra, amikor vége lett az a Zalaegerszeginek, és én Fehérvárról ingáztam Ausztriába, de egy nagyon kellemes kis faluba voltam, gyakorlatilag családtagként kezeltek. 500 lakos volt, tehát mindenki ismert mindenkit, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, most is megvannak a kapcsolataim, úgyhogy ha tehetünk, akkor néha kimegyünk, nyilván most nem ebbe az időszakba, de korábban azért visszajártunk, meg hát van egy-két komolyabb barátom is ott. Aztán egyszer csak hírét vettük, ugye Parmalat, amikor megvásárolta a nevet a névváltozás után, hogy pályaedzőként mutatkoztál be itt Fehérváron. Foglalkoztál az edzői pályával? Tehát volt olyan jövőképet, hogy edző szeretnél lenni? Igen, nagyon is szerettem volna. Hát el is végeztem egy-két tanfolyamot, nyilván amit kellett, és a legelső felkérés az a Szalmási Tomi kért fel az IFI 1-nek a vezetésére, és ott kezdődött az edzői pályafutásom, ha úgy tetszik. Aztán ugye lettem az NBA tartalékcsapatnál edző, a Szabó Karcsival voltam a Parmalatos évadban az első csapatnál pályaedző, aztán átkerültem a Gázszerhez, ott is a tartalékcsapatnak az edzője voltam, aztán megyei csapatoknál dolgoztam, tehát maga az edzői szakma az mindig is érdekelt, meg azt gondoltam én,
hogy valamilyen szinten értek is hozzá, aztán valami miatt hát mégse alakult úgy az életem, hogy ebben a szakmában maradjak. Hogy váltottál? Nehéz volt? Hát igen, nehéz volt, mert ugye a gimnázium érettségével, szakma nélkül igazából ugye a mihez értek kérdés volt az első. Hát sok mindennel próbálkoztam. Takarítós cégünk volt, akkor nem tudom, én mondjuk nem szégyellem ezeket a dolgokat, tehát a munka sose állt tőlem távol. Akkor nem tudom, én óvodába dolgoztam, meg fagyizónk volt, büféfagyizónk volt, tehát sok mindennel próbálkoztunk. Hát mindenbe belekóstoltunk, aztán hát most egy pesti cégnél dolgozom, sofőr vagyok, tehát különféle dolgokat gyűjtünk az ország területéről, és ez most nekem maximálisan kielégít. A 60. születésnapodon azt mondtad, hogy a labdarúgás nélkül is teljes az életed. Ez így van? Így van. Én azt gondolom, hogy így van, főleg azért, mert ugye amióta Krisztián ugye megszületett, meg elkezdett kosárlabdázni, mert ugye kosárlabdázik, így igazából a hétvégék azok nekünk arról szóltak, hogy ahol ő játszott, amíg vinni kellett, vittük, amikor már nagyobb lett nyilván ifikorú, meg NB1-be játszott, stb., akkor meg ugye az ő meccseire jártunk. Na most vagy foci meccsre járok, vagy kosármeccsre, hát én a kosármeccset választottam, vagy nyilván ő miatta, és így valahogy egy picit úgy eltávolodtam a futballtól, meg ettől a milliótől, és igazából most nagyon őszintén mondom, nem hiányzik. Kérdeztem a műsor előtt, hogy idestova most már 38 esztendeje vagytok házasok, úgyhogy akkor kerek a világ? Igen, azt gondolom, hogy most kezd kerek lenni, és mindenféle szempontból az életünkbe. Ugye lett két unokánk, egy kislány és egy kisfiú, tehát amikor csak lehet velük vagyunk, meg hát nyilván a Krisztiánékkal is, és most vagyunk úgy, hogy próbálunk magunkra figyelni, tehát ugye mindenki azt mondja, meg közhelyként hangzik, hogy ugye első az egészség, de most, hogy ugye mi is elértük a 60-at, most érzi igazán az ember, hogy eljött az idő, lehet, hogy korábban kellett volna már elkezdeni, de eljött az idő, hogy odafigyeljünk magunkra, meg egymásra, azért, hogy a gyerekekkel, az unokákkal, meg egymással is minél több időt tudjunk eltölteni. Nos, akkor ehhez az időtöltéshez kívánok sok-sok egészséget és boldogságot továbbra is. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, Wittmann Géza volt a legendás Videóton labdarúgó vendégünk. Maradjanak továbbra is velünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.